Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Fűtés és meleg víz nélkül elzárták a gázt egy szekszárdi társasházban. Nem létező árukért kért pénz, letöltendő börtönre számíthat a 200 embert átverő csaló. Róka, szarvas, fehérgém az úton, Tolna megyében gyakoriak a vadbalesetek. Civil támogatás, 4 millió forintra pályázhatnak a szervezetek Bátaszéken. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy lakástulajdonos tartozása miatt egy egész 4 emeletes társasházban elzárta a gázt a szolgáltató Szekszárdon. A lakók napok óta meleg víz nélkül kénytelenek élni, és főzni sem tudnak. A bejárati ajtóra ragasztott papíron üzente meg a lakóknak a közös képviselő, hogy a szolgáltató elzárta a gázt a 23 lakásos épületben. Emiatt szerda óta senki nem tud főzni, és meleg víz sincs az ingatlanokban. A lakók szerint az egyik lakásban egy cég van bejelentve, azt tartozik, csak hogy emiatt került mindenki más is bajba. Te teljesen hülyének nézed a lakókat? Tette fel a kérdést egy lakástulajdonos a közös képviselőnek, ugyanarra a papírra írva, amiről ők is értesültek a szolgáltatás kikapcsolásáról. Hiába akartak már szerda óta egyeztetni a képviselővel az itt élők a kialakult helyzetről, csak pénteken tudták őt elérni. Szerda délután kijött a gázszolgáltató embere, kikötötte a gázt, elzárta a gázszolgáltatást tartozás miatt. Mi is próbáltunk beszélni a ház közös képviselőjével, ám ő nem akart kamera elé állni, és a kérdéseinkre sem volt hajlandó válaszolni. A lakók most attól félnek, hogy a gáztartozást felhalmozó idebejegyzett cég miatt legközelebb a vizet vagy az áramot köti ki valamelyik szolgáltató. Fűtés sincsen, mert központi kazán van a házban, és nem működik ez gáz nélkül. Úgy tudjuk, a gázszolgáltatásért a házban a Nemzeti Közművek felel. E-mailben kerestük őket, hogy milyen megoldást tudnak kínálni az itt lakóknak, hogy újra legyen gáz a lakásaikban, ám híradónkig nem válaszoltak. Életveszélyes előzést rögzítettek az M6-os autópályán Tengelictől nem messze. A felvételen az látszik, hogy a sofőr, akinek az autójában található kamera veszi a képet, szabályos előzésbe kezd a megengedett legnagyobb sebességgel. Majd amikor visszatér a külső sávba, egy fehér Audi hátulról bevág elé, ezután jóval a megengedett sebességhatárt átlépve elhúz a kamera képe elől. A manőverben úgy tudjuk, senki nem sérült meg. Legalább 200 embert vert át egy tököli nő 3 év alatt. A csaló 2014 és 2017 között az interneten árulta portékáit, amiknek az árát előre átutaltatta egy bankszámlára, ám azokat soha nem küldte el. A nő így több mint 1.200.000 forint kárt okozott. A 33 éves csalót 2 évre letartóztatták. A rendőrség a nyomozást befejezte, a szekszárdi járási ügyészségnek most küldték meg az anyagot. A fürdőruhától elkezdve a márkásnak feltüntetett táskán keresztül a cipőn át a farmer nadrágig. Tehát tulajdonképpen minden olyan használati cikk, amit nagyon sokan interneten vásárolnak, még akkor is, hogy használ. A nő legtöbbször álnéven hirdette a nem létező árukat az egyik internetes portálon, mondja Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. A vásárlóktól azt kérte, előre utalják át neki a vételárat, de az árucikkeket soha nem küldte el a vevőkhöz. Az egész országban bedőltek a csalónak, a rendőrségre folyamatosan érkeztek feljelentések 2014 és 2017 között. A csaló végül úgy bukott le, hogy mindig ugyanarra a bankszámlára kérte a pénzt. A szekszárdi rendőrkapitányság vizsgálati osztályának munkatársai 2017-ben azonosították a 33 éves tököli nőt, és megállapították, hogy több mint 1.200.000 forint kárt okozott. A kollégáim összesen 200 emberi csalást állapítottak meg a hölgynek a hölgyel szemben, akit 2017-ben még letartóztatásba is helyezett a szekszárdi járásbíróság. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai befejezték a nyomozást, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték a szekszárdi járási ügyészségnek. Úgy tudjuk, a nő nem először csalt ki pénzt az emberekből, és mivel most 200 embert vert át, vélhetően több év börtönre számíthat.
Harmadik helyezést szerzett Cságáncsban a Belügyminisztérium országos dzsúdóbajnokságán a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársa. Bogáncs Gergő ezzel 13 versenytársát utasította maga mögé a 73 kg-os súlycsoportban. A fiatal rendőrnek nem ez az első hasonló eredménye, tavaly a Budó és Küzdősportgálán két versenyszámban is a dobogóra állhatott. Húsvéti ellenőrzések Tolna megyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az ünnepre való tekintettel április 8-a és 18-a között kiemelten ellenőrzik a tojás, hús és édességkereskedőket. A revizorok a közterületeken és az üzletekben vizsgálják a nyugta és a számlaadást, valamint az online pénztárgépekhez kapcsolódó egyéb kötelezettségeket, például annak éves felülvizsgálatát, de kíváncsiak a foglalkoztatás szabályszerűségére és az áruk eredetére is. Ellenőrzésekre egyebek mellett Szekszárdon, Pakson, Dombóváron és Bonyhádon lehet számítani, ugyanakkor ez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy máshogy is várhatóak ellenőrzések. Tolna megyében minden héten történnek vadbalesetek az utakon, tavaly 206, idén pedig már 50 vadat ütöttek el a megye útjain. Minden évben meg is hal valaki az utakon azért, mert vaddal ütközik. A legnagyobb bajt a szarvassal és az ősszel való találkozás szokta okozni, ám gyakori a róka, a vadnyúl elütése is. A legtöbb vadra Tolna megyében a 6-os út Sötétvölgy és Kakast közötti szakaszán kell számítani. Mécsesek jelzik, hogy ezen a helyen halálos baleset történt. Egy 21 éves motoros vesztette itt életét 2 évvel ezelőtt. Egy szarvas ugrott a motorra a 65-ös úton Harc közelében. Komlósiné Kis Anett, a rendőrség szóvívője azt mondja, Tolna megyében minden héten történnek vadbalesetek az utakon. A legnagyobb bajt a szarvassal és az ősszel való találkozás szokta okozni, ám gyakori a róka és a vadnyúl elütése is. A legextrémebb eset idén történt, amikor egy fehér gém repült be az egyik autó szélvédőjén, az M6-os autópályán. Csak a szerencsén és a sofőri lélek jelenlétén múlt, hogy nem történt nagyobb baj, mondja a szóvívő. Az idei évben eddig összesen 50 vadelütéses baleset történt, amelyből 49 anyagi kárral járt, egy esetben viszont sajnos az egyik járműnek a vezetője könnyebben megsérült. Tavaly év teljes időszakában összesen 206 vadelütéses baleset történt a megye útjain, ebből 3 volt sérüléses. A hatóságok és a szakmai szervezetek vadveszélyjelző közlekedési és figyelemfelhívó táblák kihelyezésével, illetve egyéb módon tesznek annak érdekében, hogy minél kevesebb vadbaleset történjen. A vadásztársaságokkal, illetve a Magyar Közúttal közreműködve a rendőrség a korábbi években vadriasztó prizmákat helyezett ki a megye több útszakaszán, így a 61-es főúton, a 65-ös főúton, illetve a 6-os főúton is, ahol azóta megcsappant a vadelütéseknek a száma. A legtöbb vadra Tolna megyében a 6-os úton kell számítani, Sötétvölgy és a Kakast közötti szakaszon. Itt is történik a legtöbb baleset a rendőrség adatai szerint. Hiába védi kerítés az autópályát, ott is megjelenhetnek a vadak. Tavaly 10, idén pedig 3 esetben ütközött szarvassal, vagy éppen ősszel egy autós az M6-oson. Tolna megyében is megkezdődött a pollen szezon, figyelmeztet a Tolna megyei kormányhivatal. Az elkövetkező napokban főleg a nyír pollen koncentrációja érheti el a magas szintet, de hasonló a helyzet a kőr is, a ciprus és tiszafafélék, valamint a kevésbé jelentős allergének közül a nyár pollen koncentrációja is. A juhar és a fűz pollenje általában közepes koncentrációban van jelen, de elkezdődött a gyertyán, a tölgy, valamint a platán pollen szórása is. Pollen koncentrációjuk egyelőre jellemzően alacsony, bár a platáni helyenként már a tüneteket okozó szintet is elérheti. A mogyoró, az éger és a szél pollenje már csak minimális koncentrációban fordul elő. A kültéri allergén gombák spóra száma továbbra is jellemzően alacsony marad. A Bátaszéken működő civil támogatási rendszer eredményeként 4 millió forintra pályázhatnak a helyi egyesületek. Az önkormányzat ígérete szerint még ebben a hónapban elbírálják a pályázatokat és megkötik a támogatási szerződéseket. A Felvidéki Hagyományozó Egyesület mutatja be táncait a bátaszéki karácsonyi műsorban. Hozzájuk hasonlóan minden itt működő művészeti csoport rendszeresen részt vesz a település életében és ünnepein.
Az önkormányzat minden esztendőben pályázatot ír ki a civil közösségek támogatására. De a költségvetések erre adott lehetőséget, hogy ebben az esztendőben is 4 millió forint keretösszeget határozunk meg a Bátaszéken működő civil szervezetek működési, illetve rendezvényeinek a támogatására. A Bátaszéken mintegy 32 civil szervezet működik. A 4 milliós keret fel van osztva különböző tevékenységi körökre, alapítványokra, sportszervezetek támogatására, hagyományőrző szervezetek támogatására, sőt az egyházokra is gondoltunk, amikor a keret meghatározása megtörtént. A város vezetése a napokban egyeztetett a szervezetek vezetőivel az idei évi tervekről, és állapodott meg az együttműködés formáiban. A város 2015 óta működtet egy támogatási rendszert. Úgy tűnik, hogy ha szűkösség is, de elegendő arra, hogy a működési költségeikhez támogatást tudjunk nyújtani, és arra is jut még kis forrás, hogy a saját szervezési rendezvényeiket ezekből a támogatásokból meg tudják szervezni, illetve le tudják bonyolítani. A szervezeteknek április 15-éig kell benyújtani pályázataikat, és még ebben a hónapban megtörténik a bírálat és a szerződések megkötése is. Jól jártak a munkaerőhiánnyal azok a diákok, akik dolgozni akarnak nyáron. Egyre több munkáltató ismeri fel ugyanis, hogy ők is sokat tudnak enyhíteni a munkaerőhiány okozta nehézségeken. Éppen ezért sokkal rugalmasabbak a fiatalokkal, mint néhány éve, és több pénzt is kínálnak nekik. 120 és 180 ezer forint közötti nettóbére számíthat most Tolna megyében egy diák, aki iskola mellett akar dolgozni, vagyis akár a kétszeresét is hazaviheti a nettó 99 ezer forintos minimálbérnek. Ez nem mindig volt így, az egyik legnagyobb hazai iskola szövetkezetnél azt mondják, a munkaerőhiány miatt ismerte fel sok munkáltató, hogy jól jönnek a fiatal szorgos kezek. A cégek jellemzően a minimálbér fölött foglalkoztatják a diákokat, tehát volt ebben egy elmozdulás. Úgyhogy úgy látjuk, hogy a munkáltatók rugalmasabbak, simulékonyabbak, és ebből kifolyólag a diákoknak is több lehetőségük van. A nagyvárosokban már most érezhetően megnőtt a nyári munka iránt érdeklődő diákok száma. Budapesten például a szakemberek márciusban 20%-kal több ügyféllel számolnak, mint az év első két hónapjában. Tolna megyében most még ez kevésbé érzékelhetően vannak, akik már jóval nyár előtt bebiztosítják a nyári keresetüket. Április-május környékén döntik el a diákok azt, hogy szeretnének a nyáron dolgozni, és ebben az időszakban jönnek be az irodába regisztrálni. Maga a dömping az inkább a nyárra jellemző, tehát július-augusztus hónapok azok, amikor szép számban tudjuk foglalkoztatni a diákokat. A cégeknek az adózás miatt is megéri diákokat foglalkoztatni, utánuk ugyanis mindössze a bérük 15%-át kell adóformájában befizetni az államkasszába. Regionális híreink következnek. Több pénz jut a gyógyításra, napelemparkot kapott a szigetvári kórház. Ágyúgolyók és ékszerek is előkerültek, folytatódik a kaposvári vár feltárása. Befejeződött a szigetvári kórház napelemes rendszerének telepítése. Az egészségügyi intézményben 1764 darab napelempanel került elhelyezésre, amely 243 millió forintba került. A kórház így évente 170 tonna üvegházhatású gáz kibocsátását tudja mellőzni a környezetbarát beruházás üzembe helyezésével. Napelem panelek a szigetvári kórház épületein, valamint az intézmény udvarán. Hivatalosan csütörtökön adták át a kórház melletti napelem parkot. 300 átlagos háztartásnak az éves fogyasztását tudja megtermelni évente. A szigetvári kórház tekintetében pedig a teljesítménye a kórház több mint 4 havi éves átlagos fogyasztását tudja biztosítani. Ami nagyon fontos, hogy ugye közvetett módon a károsanyag kibocsátási szint visszaszorításával a lakosságnak az egészségügyi állapotát közvetve is javítja. A környezetbarát áramtermeléssel megspórolt rezsiköltség pedig az egészségügyi fejlesztésekre fordítható. A kórházban nem ez volt az egyetlen beruházás az utóbbi években. Az elmúlt 8 éves időszakban a szigetvári kórház vonatkozásában 4 milliárd forint értékű pályázati pénzeszközt használtunk fel arra, hogy maga a kórház
az itt élők, illetve a környéken élők, illetve a szolgáltatású területen élőknek a mindennapjait próbálja megorvosolni, ami az egészségügy vonatkozásában nagyon fontos nekünk. Több mint 60 ezer ápolási napot nyújt szolgáltatásként a kórház a környéken élőknek, ezért fontos a folyamatos fejlesztés, mondta az országgyűlési képviselő. A mostani beruházásban 1764 napelempanel került a zöld területre, ami évente 475 ezer és 600 ezer kilowattóra között termel áramot, miközben 170 tonnával csökken a kórház széndioxid kibocsátása. A napelempark 243 millió forintos uniós forrásból valósult meg. Ágyúgólyó és kályha darab is előkerült a kaposvári vár romjainak feltárása során. Március elején indult a munka, amelyben a Ripörónai Múzeum szakemberei vesznek részt, akik eddig nem ismert várfalakra is bukkantak. A török érkeztével, vagy amikor a török veszély már érezhetővé válik itt Somogy megyébe is, akkor mindenhol ilyen a régi várakat szeretik ilyen palánkfalakkal megerősíteni, hiszen az ágyúknak ezek jobban ellenállnak. A várpalánk külső cölöp sorának nyomaira is bukkantak a szakemberek a feltárás során, ahonnét érdekes leletek is előkerültek, mutatja a régész. Ez egy ilyen kisebb ágyúgolyó. Ez meg azt gondoljuk, hogy egy ilyen nagy, ilyen belül üreges, ilyen bombaszerű ágyúgolyónak a darabja. Ezek azért érdekesek, mert ezeket ott találtuk a palánknak a külső részén. Tehát valószínűleg valamelyik ostromkor kerültek oda, ugye megfogta őket a palánk. A kaposvári vár építését a 14. századra teszik, pontos adat viszont erről nincs. Ebből a korból származhat a négyzet alakú lakótorony is, amelynek maradványait ássák ki a régészek. Igazából ezt a lakótoronyot a korai időszakban vagy egy fapalánkkal vették körül, vagy már akkor is megépült, lehet, hogy már a toronnyal együtt ez a belső fal, amely egy ilyen trapéz alakú várudvart vett körül. A kor szintjének megfelelő nemesi vár vagy várkastély lehetett ezen a területen. Az épületet később bővítették, kapott egy külső falat is, és a 15-16. Században egy kerektornyot is építettek hozzá. Háború szerepe is van, nem sok, de 1495-ben az akkori tulajdonos Újlaki Lőrinc összebalhézik a királlyal, többek között Ökörnek nevezi, ugye ez maradt fenn a forrásokban, meg hát amúgy sem nagyon hajlandó neki engedelmeskedni, és akkor a királyi seregek elkezdik kiostromolni a váraiból, és többek között Kaposváron is van akkor egy ostrom, tehát itt tényleges védelmi funkciója is volt már a török előtt. A kaposvári vár feltárási munkái márciusban kezdődtek, azóta több, eddig nem ismert várfalra is bukkantak a szakemberek, de üvegékszer és kályha darab is előkerült a földből. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Komlói Amatőr Színházi Találkozót május 30-a és június 2-a között. A fesztiválon egy 10 előadásból álló versenyprogramot nézhetnek meg az érdeklődők, a bemutatók mellett off-programok kísérik a rendezvényt, különböző gyermekprogramok, koncertek és kézműves foglalkozás várja a látogatókat. Miért csinálunk színházat, hogy valamit hozzátegyünk az emberi élethez? Mondta Pataki András, a Komlói Amatőr Színházi Találkozó fesztivál igazgatója. Idén 5. alkalommal rendezik meg a seregszemlét május 30-a és június 2-a között. Az esemény sajtótájékoztatóján elhangzott, összesen 76 előadást neveztek különböző nem hivatásos társulatok. Pataki András ezek közül választott ki 10 darabot, melyek a KASZT versenyprogramját alkotják. Mindenféle műfajban, legkülönbözőbb stílusokban kerülnek ide előadások, magyar szerzőktől és nem magyar szerzőktől egyaránt. Jól ismert világirodalmi klasszikusoktól is látunk itt előadásokat, és olyan kísérleti jellegű produkciókat is látunk, amelyek meg lehet, hogy megismételhetetlenek, és az is lehet, hogy nincsenek is leírva. A 10 kiválasztott előadás között szerepel 2 határon túli bemutató is. Magyarország területéről pedig többek között Celdömölkről, Pápáról, Székesfehérvárról és Győrből érkeznek társulatok. A tavalyi évben több mint 5000-en voltak kíváncsiak a fesztiválra, idén is ilyen nézőszámra készülnek a szervezők a 4 nap során. Az, hogy egy fesztivál igazgató végig nézi az előadásokat, kiválogatja a 10 legjobb előadást, és ezt a 10 előadást idehozza a fesztivál, és egy helyen lehet őket megnézni, ez egy hallatlan nagy lehetőség a közönség és a szakma számára. Egy helyszínen 3-4 nap alatt végig lehet tekinteni az összes ilyen előadást. Hoppá Péter hozzátette, még 2018-ban 10 millió forint volt a találkozó költségvetése, idén ezt további 2 millió forinttal egészíti ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság.
A négynapos esemény során a színházi előadások mellett off-programokkal is készülnek a szervezők. Családi nap, gyermekprogramok, sztárfellépők és kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket, de a jazzzenével is megismerkedhetnek a látogatók. A szarvassal, a sünnel és a mókussal is közelebbről ismerkedtek meg az Erdők Háza látogatóközpontban a gyerekek. A kicsikhez interaktív módon játékosan hozták közelebb az erdei állatokat. Az épületben rendszeresen tartanak tematikus programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Folyamatosan nő ez az első két foga, és hogyha ő nem rágcsálná, nem koptatná a fogait, akkor bizony egész nagyra meg. A mókus táplálkozási szokásairól is meséltek a gyerekeknek az Erdők Háza látogatóközpontban. Emellett számos erdei állattal is megismerkedhettek a kicsik. Az előadásba a kicsik is bekapcsolódhattak. Szorítsd oda, jó? Ahova te szeretnéd. Ez az. A kreatív napon a gyerekek rigófészket is készíthettek avarból és papírból. A tojás, a rigó, a falevél, a fa és a bot. Hogyan készítetted? Rakasztóval. A gyerekek jól ismerik az erdőkben élő madarakat és emlősöket egyaránt. Dorina azt is elárulta, hogy melyik a kedvenc állata. Őzike, a szarvas és a rigó. És mit lehet tudni az őzikéről? Eszik, meg alszik éjjel-nappal, és délután megkeres magának ennivalót. A Sefag ZRT által működtetett Erdők Háza látogatóközpontban gyakran szerveznek a gyerekeknek interaktív, kreatív napot, hogy közelebbről is megismerjék a kicsik az állatokat, vagy éppen az erdőt. A környezet tudatos használata, a fa mint megújítható energiaforrásnak az ismerete, hogy megújíthatjuk. Mi erdészek természetesen azért vágjuk ki, mert szükség van. Mindig megmondják a gyerekek is, hogy mi készül fából, és ez alapján tudják, hogy erdészeknek muszáj kivágni, a fád, de azt mi mindig pótoljuk, és természetesen az erdőt óvjuk, védjük és gondozzuk. A látogató központban a szervezett programok mellett állandó és időszakos kiállítás is várja az érdeklődőket. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Fűtés és meleg víz nélkül elzárták a gázt egy szekszárdi társasházban. Nem létező árukért kért pénz, letöltendő börtönre számíthat a 200 embert átverő csaló. Róka, szarvas, fehérgém az úton, Tolna megyében gyakoriak a vadbalesetek. Civil támogatás, 4 millió forintra pályázhatnak a szervezetek Bátaszéken. Tolna megyében hétvégén nem valószínű számottevő mennyiségű eső, reggelente elvétve előfordulhat még egy-egy zápor. A reggeli óráktól szakadozik, csökken a felhőzet, egyre tartósabban kisüt a nap. Napközben napos, enyhülő idő ígérkezik jellemzőnek, gyenge délkeleti szél fúj, éjjel kevés felhő, zömmel csillagfényes égbolt valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!